Az Rényi iskolában ebben a tanévben projektekben gondolkodnak, egy terv megvalósulása ez ünnep is. Az ötletet az Rényi Emlékév adta, de a szülői munkaközösség kezdeményezésének köszönhető az Rényi szellemiség megerősítése az iskolában. A szülői oldalról kapjuk azt az ösztönzést, hogy az intézményben az összetartozás zrínyisként, nagykanizsaiként, és emlékezve a hőseinkre, hogy itt a intézmény falain belül is hát egy picit a gyerekeknek legyen egy úgymond szent hely, ahol még jobban érzik ezt a szellemiséget. A kanizsai várból származó cölöp avatásán Vörös András, a Túri Vitézlő Oskola vezetője szólt a felnövekvő generációhoz. Ez a cölöp kell, hogy emlékeztessen benneteket valamire, méghozzá arra, hogy azokban az időkben, amikor ez a vár még állt és létezett, azokban az időkben a ti dédapjának a dédapja még simán nekiálltak várat, templomot, iskolát építeni akkor, amikor azt is tudták, hogy talán az ő életidejükben ez el sem fog készülni. És ez azért volt, mert hitt bennünk, bennetek, hogy ti meg fogtok egyszer itt születni, és az a vár, az a templom, az iskola vigyázni fog rátok. A programot egy pályázat is kísérte. A gyerekek rajzokat és maketteket készítettek. A legjobb alkotások készítői az avatást követően vehették át jutalmukat.